Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik! Nem tudom nálatok mi a szokás, de mi a reggeliző asztalnál mindig jelen vagyunk. Eszünk is egy pár falatot, még úgy séta előtt. Nehogy véletlenül rosszul legyen az éhségtől a kutya. A mai menünk májkrémes kenyér némi szalámival. Pár falat csak az egész. Aztán kimentünk a térre. Hű, gyerekek, micsoda idő van! Jó az a kutyának. Kell neki ez a hűvös. Be is jártuk gyorsan a futtatót, s feltártuk az összes lukat, amit csak lehetett. Kint találkoztunk a haverokkal, boldogok voltunk, futkároztunk. Volt itt mindenféle kutya szokásokhoz híve. Egybe gyűltünk, ugráltunk, játszottunk. Igen, ez a kutya élet. Szerintünk ez való a kutyának. Játékgyanánt elrágcsáltunk pár faágat, mondhatnám, fölaprítottuk apróra. Aztán persze jött a Liza kutya, és hozott magával egy tucat labdát, mert ő labdás kutya. Na, de nem oda Buda, kérem! Lili kutya megszerezte tőle ezt a bizonyos labdát. Így elvette. És azután, hogy szétrágtuk ezt a csomó-csomó fát, bizony Lili megkezdte Liza kutya labdájának trancsírozását, amit egyébként remek módon művel, ért hozzá. Otthon a kertben sokat gyakorolja. Lerágott faágak Marci kutyára maradtak, Marci pedig hevesen őrizte, nem adta senkinek. Aztán pedig történt, hogy Lili és Loki elkezdték egymást nyúzni. Komoly háború dúlt kettőjük között, próbált Rozi is beleavatkozni, no de hát annak esélye sem volt. Mindeközben Marci és Skipó folytatták annak a bizonyos faágnak a felaprítását nagy teljesítménnyel.
Arról a bizonyos labdaszerzésről nem készült felvétel, de itt már látszik. Az a bizonyos labda itt van, Ben Lili pofájában. Szegény Lizi nézheti. Neki ebből most egy darabig ki kell maradni. Ugyan a többiek is követték őt, de ő nagyon vigyázott rá. Óvatosan ment el vele mindenki mellett, majd lefeküdt a bandába, mégis itt a haverok között csak nem veszik el tőle, és kérem szépen elkezdte felaprítani. Fiúk védőgyűrűjében folyt a labdanyúzás. Tépte, rágta, dolgozott rajta nagyon sokat. A labda rágásának gazda vetett véget. Elvette Lilitől a labdát, visszaadta, mégis kié az. Aztán jött a póráz, s indultunk hazafele. Nem azt mondom, hogy rendezett sorokban, de végül is elindultunk. Mindenki. Mindenki pórázol, mindenkit húz a gazda, mindenki megy haza. Vége van a délelőttnek. Szépen komótosan megy a farka hazafele. Hazafele menet még megszimatolunk egy pár kupac falevelet, hát ha valami információ rejlik alatta, aztán mi is lepisíjük, s megyünk tovább. Meg volt az adatcsere, megtörtént minden, aminek meg kellett történnie, s lassan a falka hazaér. Otthon pedig lepihen, megbeszélik. Mi történt kint, ki mit csinált? Persze kutyául. Gazda ebből egy szót se ért. Hát ez történt ma velünk, gyerekek. Mindenkinek nagyon jó napot kívánunk. Mi már pihenünk. Mi már lógatjuk a nyelvünket. Felfeküdtünk a kanapéra is. Sziasztok, pajtik, sziasztok, gazdik. Mindenkitől elbúcsúzunk, szép napot mindenkinek, sziasztok!